8 óra van, ez a híradó az M1-en, Kontra György vagyok. Jó reggelt kívánok! 25-re emelkedett azoknak a kórházi oltópontoknak a száma, ahol az egészségügyi dolgozók jelentkezhetnek a védőoltás beadására. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, eddig mintegy 12 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első oltását. Müller Cecília arra biztatta őket, hogy éljenek a lehetőséggel. Az oltópontok elérhetősége megtalálható a koronavírus.gov.hu oldalon. Azt is közölte, hogy ma újabb vakcinaszállítmány érkezik Magyarországra. Mintegy 39 ezer fő oltására elegendő oltóanyag érkezik ismételten. Úgyhogy a vakcina érkezésének megfelelően fogjuk végrehajtani az oltási tervünket. Nyilvánvalóan és reményeim szerint elérkezünk addig az időpontig, amikor széles körben a teljes lakosság számára tudjuk biztosítani rövid időn belül ezt a lehetőséget. Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd. Ezt mondta Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa az M1-en. A vakcina nyújtja a fertőző betegségek ellen a legjobb védelmet, de egyúttal más életminőséget is jelent, és ezt felismerik az emberek. Ahogy telik az idő, egyre többen szeretnék beoltatni magukat, mondta a szakember. Én azt hiszem, hogyha látjuk, hogy azok, akik beoltatják magukat, hogy élnek ezután, látjuk azt, hogy nem csak a betegségtől véd meg minket, a fertőzés továbbadásától véd meg minket az oltóanyag, nem csak attól, hogy kórházba kerüljünk, hanem hogy meghaljunk, hanem az egyik legfontosabb érzéstől, a félelemtől. Tehát aki beoltatja magát, ezután nagyon jól tudja, hogy továbbra is vigyázni kell magára, maszkot kell hordani, de nem fél már, nem fél attól, hogy súlyos beteg lesz, vagy meghaljon a koronavírus fertőzés következtében is, ez egy nagyon fontos dolog. A hétvégi gyors teszteken csak nem 21 ezer óvodai és iskolai dolgozó vett részt, és 1%-uk összesen 209 ember tesztje lett pozitív. Ezt mondta a területi közigazgatásért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. György István emlékeztetett, novemberben is biztosították a lehetőséget a köznevelésben dolgozóknak a tesztelésre, és az akkori eredmények rosszabbak voltak, akkor 2%-uk mintája lett pozitív. Az eredményeket elküldték a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, az adatok pedig folyamatosan kerülnek be a statisztikákba. Az elvégzett tesztek eredményei lényeges javulást mutatnak a korábbi november-december folyamán elvégzett csoportos tesztelés során kapott adatokhoz képest. Míg az iskolai óvodai dolgozók körében egy hónappal ezelőtt körülbelül 2%-os fertőzöttséget mértünk, addig most január 2-án és 3-án elvégzett 20.744 mintavétel közül mindössze 209 mutatott pozitív eredmény, ez mindegy 1,01%-os arányt jelent. Továbbra is kaotikusnak tűnik a járvány elleni küzdelem több európai országban. Lassan halad az oltás, és sokszor kapkodnak a politikusok. Ausztriában a korábbi terv az volt, hogy a karácsonykor elrendelt teljes zárlat előbb véget ér majd azok számára, akik elmennek egy önkéntes ingyenes tesztelésre. Most azonban elvetette ezt a tervet az osztrák kormány. Egységesen január 24-éig tart a szigorú zárlat mindenki számára. És elképzelhető, hogy az iskolák egy héttel korábban nyitnak, de még ez sem biztos. Karácsony óta üresek a bécsi utcák, zárva tartanak az üzletek és az éttermek. A koronavírus járvány miatti harmadik országos zárlatot még december 26-án vezette be az osztrák kormány. Akkor azt tervezték, január 18-ától fokozatosan indítják újra a gazdaságot, és engedélyezik a szabad mozgást mindazoknak, akik igazolni tudják, hogy nem fertőzöttek. Ezt egy újabb ingyenes és önkéntes országos szűrőakció tette volna lehetővé január 15-e és 17-e között. Hétfőre azonban egyértelművé vált, az ottani parlamenti ellenzék nem támogatja az ingyenes, tömeges szűrést lehetővé tevő törvénytervezetet. Persze ezt szerettük volna, de most már egyértelmű az álláspont, az ingyenes tesztelés elmarad, jelentette ki az egészségügyi miniszter hétfőn, miután tárgyalta a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. Rudolf Anschober leszögezte, az országos vesztegzár így nem lesz kivétel. A korlátozások január 24-éig változtatás nélkül érvényben maradnak.
A tervek szerint a tantermi iskolai oktatás január 18-ától indulhat újra Ausztriában, de ezt is befolyásolhatja a járványhelyzet, különösen azután, hogy hétfőn 5 embernél is azonosították a koronavírus új, a korábbinál sokkal fertőzőbb mutánsait. Egész Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány az új koronavírus változat gyors terjedésének megfékezése érdekében. Ezt Boris Johnson brit miniszterelnök jelentette be. Az intézkedés évfélkor lépett életbe. Ennek jegyében mától Anglia teljes lakossága újból csak a legindokoltabb esetekben, például bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás vagy egyéni testmozgás céljából hagyhatja el otthonát. Az iskoláknak online oktatásra kell átállniuk, és a szabadtéri sportlétesítményeknek is be kell zárniuk. The weeks ahead will be the hardest yet. Az előttünk álló hetek lesznek a legnehezebbek, de hiszek abban, hogy a küzdelmünk utolsó szakaszához érkeztünk, hiszen minden egyes a karunkba kapott injekcióval a koronavírus ellen a brit emberek javára billentjük a mérleget. Skóciában is romlott a járványhelyzet. A skót miniszterelnök bejelentette, hogy egy hónapra szigorú korlátozásokat vezetnek be, hogy gátat szabjanak az új koronavírus változat gyors terjedésének. A rendelkezések szintén évféltől léptek életbe. Ezután a Skóciában élők csak indokolt esetben egyebek mellett vásárlás vagy gyógyszerek beszerzése céljából hagyhatják el lakhelyüket. Az izraeli egészségügyi minisztérium engedélyezte az amerikai Moderna gyógyszergyártó koronavírus elleni vakcinájának forgalmazását. A tárca az oltóanyagból 6 millió adagra már le is adta a megrendelését. Az első szállítmány hamarosan megérkezik. A Moderna vakcinája lesz a második, amelyet Izrael a járvány elleni küzdelemben alkalmaz. Eddig az Egyesült Államokban és Kanadában engedélyezték. Az Európai Gyógyszerügynökség várhatóan a napokban hozza nyilvánosságra döntését. Izraelben december 20-án kezdődött a tömeges oltási kampány. Mostanra valamivel több mint 9 milliós lakosság 12%-a kapta meg a védőoltás első dózisát. Naponta mintegy 150 ezer embert oltanak be. Túl vagyunk az első banki napon ebben az évben. A hitelekkel rendelkező családok számára a legfontosabb hír, hogy nem változik semmi a járvány miatt elrendelt moratóriummal kapcsolatban. Tehát akik az elmúlt 10 hónapban nem törlesztették a hiteleiket, mert élni szerettek volna a moratóriummal, nekik semmit nem kell tenniük. Azoknak kell intézkedniük a bankjuknál, akik eddig nem fizettek, de mostantól szeretnének, vagy éppen fordítva, eddig fizettek, de a következő 6 hónapban nem akarnak, vagy nem tudnak. Nyílászárócsere, a szigetelés. Nagy Gyuláné az elsők között élt a március közepén életbe lépett hitelezési moratóriummal. A vendégházként is működő otthonukat a járvány első hulláma előtt újították fel szabad felhasználású hitelből. A vírus miatt azonban elmaradtak a turisták, nem volt bevételük, így nem tudták volna fizetni a havi törlesztést. Ez nagyon jól jött most, az a kormány döntés, hogy nem kell fizetni évvégéig. Tavaly év végéig a háztartások 59%-a és csaknem 500 ezer vállalkozás élt a fizetési halasztással. A világjárvány második hullámára tekintettel a kormány időközben fél évvel meghosszabbította a hitelmoratóriumot. Tehát a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak 2021. június 30-ig nem kell törlesztő részletet fizetniük, ha 2020. március 18-a előtt vettek fel hitelt. A fizetési halasztás hosszabbítása automatikus. Két esetben kell megkeresni a hitelintézetet, ha most szeretne valaki belépni a moratóriumba, vagy ha elkezdeni a hitel továbbtörlesztését, azaz kilépne a moratóriumból. Ezt tetszőleges alkalommal kérhetik az ügyfelek. Az elfogadott törvény azt is kimondja, hogy az elhalasztott tartozásra nem lehet kamatos kamatot felszámítani. A törlesztő részlet a moratórium után nem emelkedhet meg. Ugyanazon törlesztő szinttel fogja folytatni a fizetést az adós, mint ahol a hitel a moratórium előtt tartott törlesztő részlet vonatkozásában. Ez alól egyetlen egy kivétel lehet, hogyha egy változó kamatozású hitellel rendelkezünk, és időközben a kamatszint változott, akkor ez a kamatszint változás ez érvényesülhet a hitelben, de az alapszabály az az, hogy kamatváltozás nélkül nem változik a havonta fizetendő törlesztő részlet, és ezért van az, ami miatt a hitel visszafizetési ideje, az úgynevezett futamidő meghosszabbodik.
Guillaume Gábor, a pénzügyekért felelős államtitkár a minisztérium közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte, hogy a hosszabbítás 2,7 millió lakossági ügyfelet és csaknem 1 millió vállalkozást érinthet. Járvány idején az emberi életek mellett a gazdaságot, így a családokat és a vállalkozásokat is védeni kell. A hitelmoratórium is ezt a célt szolgálja, hiszen ez a pénz továbbra is az embereknél marad. A gazdaságvédelmi munkát folytatjuk. A hitelmoratórium meghosszabbításával átmenetileg 450 milliárd forint maradhat a családoknál és a vállalkozásoknál. Három embert még mindig keresnek Norvégiában a múlt heti földcsuszamlás helyszínén. A hatóságok abban bíznak, hogy még 5 nappal a katasztrófa után is élhetnek a romok alatt rekedt emberek. A körülmények azonban a mentők ellen dolgoznak, a terület továbbra is nehezen megközelíthető, hideg van, és a nap jelentős részében sötét is van. A mentés vezetője mindezek ellenére azt ígérte, hogy a helyszínen maradnak és folytatják a kutatást.